A Szerencs belvárosában lévő Széchenyi utcát a Népháztól az irodaházig már több mint 10 éve felújították, azonban akkor a folytatására már nem jutott pénz. Pedig az úttesten és a mellette lévő járdán szinte már nem lehet közlekedni a sok kátyú, az egyenetlen úttest és a töredezett beton miatt. Ezt a szakaszt toldozni-foltozni már nem érdemes, ezért döntött úgy a képviselő testület, hogy önerő biztosításával, pályázat benyújtásával próbálja előteremteni a beruházáshoz szükséges összeget. Jól látható, hogy aki itt megáll a valamikori pénzügyér laktanyának a sarkán szembe az állami gazdaság irodájával, hogy az óvoda előtti szakasz az gyönyörűen meg van csinálva, és az is jól látszik, hogy a hátam mögött lévő szakasz az pedig hát ilyen kisebb hullámvasúthoz hasonlítható, tehát nagyon ráfért már ez a belvárostól nem is messze lévő, közel lévő útra a felújítás. Jelen pillanatban a közbeszerzés van kiírva, ez szintén egy 30 napos határidő, és hogyha nem lép fel komplikáció, mint a betegnél a kórházba, akkor elvileg utána néhány héten belül ki lehet hirdetni a győztest, szerződést kell kötni, és valamikor az augusztusi, legkésőbb szeptemberi időszakban elindulhat az útnak a felújítása. Milyen műszaki tartalommal valósul ez meg, illetve meddig tart kórházköz, benne van esetleg ebbe a felújításba? Kórházköz nincs benne, a kórházközbe adtunk egy BMS pályázatot, kórházköz nincs benne, viszont a Széchenyi útnak a Késmárk utcáig történő felújítása, igen, ez két szakasz, nagyjából ott középtájéken van egy kiszélesedő tér, ahol Beresz Jóska barátom lakik nagyjából az autósbolt, odáig van az egyik szakasz, és onnan elkülönítve a másik szakasz. Ez két különböző forrásból nyertünk rá pénzt, és gyakorlatilag egy közbeszerzés alatt fogjuk lebonyolítani mind a kettőnek a közbeszerzését, tehát egyszerre. A műszaki tartalom ugye hát nyilván egyenesbe kell hozni, és a víz elvezetéséről gondoskodni, tehát az árkoknak a megújítása, és a vízelvezető rendszer mellett az egyenes behozás és a nyilván újraaszfaltozás a eléggé elhasználódott bituminnak. Járda felújításáról van esetleg szó? A járda felújításáról eddig a kis térig, a mögöttem lévő szakaszon igen, arról is van szó. Azt jó eséllyel a saját cégünk segítségével, tehát ha jól emlékszem, az a közbeszerzésnek nem volt része, csak a vízelvezetés és az útnak az elkészítése. De a járdát is szándékunkba áll kiigazítani, természetesen ez már úgy lesz komplett. Sajnos a kórházköznek a rekonstrukcióját első körben nem támogatták, azonban a képviselőtestület határozott arról, hogy ennek a munkának a 11 millió forintos becsült költségéhez közel 4 millió forintot biztosítja. Erről az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztés támogatásáról azonban még nem született kedvező döntést, azonban a Széchenyi utca újabb szakasznak és a járdának a Késmárk utcáig már biztosított a finanszírozása.